A Dunaszerda helyi Kovács testvérek épp csocsóznak. Persze, ez csak egy közös hobbi, mivel kicsikoruk óta mindketten a birkózás megszállottjai. A fiúk a Dunaszerda helyi birkózóklub sportolói. Az idősebb, Dani, rengeteg éremmel és kupával büszkélkedhet. Az elmúlt 10 évben több megmérettetésen is eredményesen szerepelt. Először fociztam, aztán az apukám behozott ebbe a terembe, a birkózóterembe, és megtetszett ez a sportág, és azóta itt ragadtam. 7-szeres szlovák bajnok vagyok, és több aranyérmem is van különböző versenyekről. Fiúk, idő van, indulunk edzésre. Annak idején a fiúk édesapja is birkózott, így adta át a sportág szeretetét gyermekeinek, akik már az edzésre készülődnek. A birkózásnál a fogyasztás is mindig a súlyt meg kell csinálni a versenyekre, akkor a étrendre oda kell figyelni, amit nagyjából összeállítunk neki, feleségem kivitelezi a konyhában. Itt volt ez a korona időszak, akkor otthonra bebiztosítottunk neki ilyen súlyzós edzésekhez való tornaszereket, ilyen szőnyeget a garázsba, azon edzettünk. Nem véletlenül választották a helyi birkózóklubot. A szerdai birkózóklubnak több évtizedes hagyománya is van. Ismertem régebbről birkózókat, akik olimpián is részt vettek, úgyhogy ezért is szólt a döntésem e klub mellett. Minden megvan, a fiúk indulnak is a terembe, ahol már javában folyik az edzés. Leviszem a fejet, jó, behajtom. A Dunaszerda helyi birkózóklub 1970-ben alakult, a több mint fél évszázad alatt 5 olimpikonnal és több junior világbajnokkal is büszkélkedhetett. A klubnak jelenleg 50 tagja van, és tavaly Szlovákia legsikeresebb birkózóklubja lett. Amire nagyon büszkék vagyunk, az a 2019 és a 2021-es évben elért első helyezés, ami a csapat versenyt illeti. Szlovákiában a legsikeresebb csapat lettünk az elért eredmények alapján. Ez köszönhető nem utolsó sorban ugyebár az edzőknek is, akik tényleg nagyon komoly munkát végeznek a sportolóinkkal. Ami a 2022-es évet illeti, ebben az évben 6 válogatottunk is, minden bizonnyal megméreteti magát a korosztályos Európa-bajnokságon. A sikereknek köszönhetően nőtt az érdeklődés a sport iránt. A birkózást itt nem csak fiúk, hanem lányok is űzhetik. Réka 6 éve tagja a klubnak, több sikert is elért. Először nehezebb volt, mivel fiúkkal birkóztam versenyeken is, de hamar fejlődtem, ezért sikerült eredményeket hoznom fiúk között is. Szlovák bajnoki cím, nemzetközi versenyeken vettem részt, és eredményeket is hoztam onnan. A sport fegyelemre és kitartásra tanít. A birkózás a fiatalok jellemét az évek során folyamatosan formálja, mivel többnyire kisgyermekként kezdik el ezt a sportot. Rengeteg sok gimnasztikai gyakorlat van, ilyen alapgyakorlatok, és maga a mozgékonyság, a motorikus képességek, ami nagyon fontos, és ami szükséges a birkózásba, és ami még, amit hozzátennék, a fegyelem, az, ami a fiataloknak így szerintem így megformálja egyéniségeket. A klub tagjai főként magyarok, akik nagyon büszkék magyarságukra. A klubvezetés is mindent megtesz, hogy megőrizze a klub identitását. Minden embernek büszkének kell lennie az anyanyelvére, ugyanúgy mi is büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, nem utolsó sorban én is magyar anyanyelvű vagyok, ugyanúgy magyar az nemzetiségem, amelyre az ember csak büszke lehet, és úgy gondolom, hogy ez is erősít minket abban, hogy a közeljövőben is ugyanúgy dolgozzunk, ugyanúgy munkálkodjunk, nem csak a sport területén, hanem akár a mindennapos megméretetésekben is oda tudjuk tenni magunkat. Kitartás és fegyelem. Ez az a két erény, amire a birkózás tanítja a fiatalokat, akik elhivatottságukkal bőven kivették részüket azokból a szép eredményekből, melyek a klubot a Felvidék legsikeresebb birkózóklubjává tették.